Sziasztok, kedves barátaim! Én nagyon vártam már mai napot, hogy mikor már bejebb kerülünk, mert múltkor csináltunk jó kis bemutatót kijebb, most már Fonodában. Fonodában, és most hol vagyunk? Akkor a Siam Handmade kézműves műhelynek a szövőrészlegébe. Néhány szövőszék, illetve szövőállvány, és az iskolás lányok most, amit fontak gyapjúból, azt megfestettük növényekkel, különböző színűekre, ötféle színve, és most tanulják beszőni a szövőszéken. És ahogy megcsinálják ezt a kis gyapjúterítőt, ez az iskolai oltáron lesz, mindegyikük egy-egy más szín csíkot sző be, és akkor egy közös alkotással fogják az iskolának megmutatni, hogy mit tanultak. Milyen hosszú lesz? Látom, széles ez körülbelül egy méter. Ne, 60 centi széles, és mivel olyan az oltárnak az a része, hogy csak egy ilyen 18-20 centis rész, akkor az lesz a szélessége, úgyhogy még a narancssárga után egy barna csík fogja zárni a terítőt, és akkor egy ilyen vékony, hosszúkás részt fog lefedni az oltáron. És mennyi idő alatt ez kész lesz? Mi a tervetek? Hát ezt most befejezzük egy olyan fél órán belül, akkor le kell majd vágni a szövőszékről, lecsomózni az oldalát, és akkor lehet felajánlani a Krisnának. Nagyon jó. És ezen kívül, amikor te most ezt csináltok, és mi folyik még, milyen munkák vannak, hát, ami már működik nálatok? Ugye, amikor a szövés előtt előkészítjük ezeket az orsókat, fel kell rá orsózni a fonalakat, és amikor kezdődik a szövés, akkor már ezek itt sorakoznak. Ez is egy előkészítő munka. Amúgy egyébként ez egy 125 éves öreg szövőszék, amit felújítottunk, illetve van egy újabb, amit majd meg tudtok még nézni. És a másik helyiségbe, a nagyobbik szövődébe, ott pedig sikerült a üzembe állítani egy nagy takács szövőszéket, azt is megmutatnám. Igen, nagyon-nagyon örülök, mert igen, gyerekkoromban, hogy múltkor is meséltem, csak múzeumban láttam, ahol meg se lehet fogni, igen. Itt pedig működnek 125 éves gépek, Hát, fából igen. Van, ökobio, teljesen, nem kell áramlítani. Most átjöttünk egy nagyobb helységre, nagyobb géppel, hogyha én úgy látom, hogy ő értem, hogy ez is egy szövőszék, milyen, és ezen mit lehetne csinálni, erről szeretnék tőled érdeklődni. Ez egy körülbelül 100 éves úgynevezett takács szövőszék, ami hát sokkal szélesebb, vásznakat tud szőni. Itt most 120 centi széles vászon készül, de ezen tudunk 160-180 centi széles anyagokat is. És látható, hogy itt ezt már nem lehet kézzel ugye átdobni a csónakot, hanem ilyen speciális csónak van hozzá. Aztán ezt egy ilyen szerkezettel, amikor ezt meghúzom, akkor a csónak átrepül a túloldalra, aztán vissza. Tehát ekkora távolságoknál már csak így tud működni. Ez már ilyen félig automata. Hát egy lépés, aztán erre a szövőszékre föl fogunk rakni még két nyüstöt, és akkor pedig mintákat is fogunk tudni szőni vele. Ezeken lehet dótit, szárit, megfelelő szélességbe, és aztán mintázva készíteni.
és felújítás alatt van egy másik szövőszékünk, ami, hogyha elkészül, az egy lyukkártya vezérelt szövőszék, azzal nagyon-nagyon összetett mintákat is tudunk már készíteni. Programozható. Igen. Igazából ezek a lyukkártyás szövőszékek voltak úgynevezett félautomata szövőszékek, innentől jöttek már a szövőgépek, és akkor a programozás, és most már számítógépekkel irányítják, de kézi üzemeltetéssel ezek voltak a csúcsa ennek a technológiának. Jó. Ezeken nagyon-nagyon gyorsan lehet szőni egyébként. Például, hogy most amit csinálod, mondjuk, hogyha itt lesz 3-4 méteres, amit mondta Cári, vagy Dóti, az mennyi idő alatt lehet csinálni? Hogyha mondjuk, vagy a mintázat, az befolyásolja a sebességet? Igen, egy kicsit több lábítást kell akkor figyelni, nem csak kettőt, hanem akkor 6 lábítást. De egy dótit, azt egy nap alatt meg lehet ezen szőni könnyedén. Vagy lehet, hogyha gyakorlottabb leszek, akkor lehet, hogy fél nap alatt. Szóval, hogyha jól értettem, ti már olyan ruhát, vagy olyan anyagot csináltok, ami már viselhető. Igen, igen. És mikor lesz lehetőség hozzáférni? Gondolom, a nézők is kipróbálnának, hát, én is kipróbálnánk. Fogok rögtön szólni, és hogyha szeretnéd akkor fölpróbálni, akkor ezt majd egyeztetjük, és egy későbbi alkalommal bemutatnánk. Akkor csináljuk egy ilyen bemutatót legközelebb, okay. Egy kis ruha már, amikor készül. Jó, jó, nagyon szépen köszönöm. Látjátok, hogy milyen csodálatos dolgok vannak, amit el lehet örökölni, sőt, nagyon fontos fiataloknak, mert most nagyon sokan számítógépet programozók, de ez sokkal közelebb a természetünkhöz, a kezünkhez, a tudatunkhoz és a pszichikánkhoz, sokkal nyugisabb, békésebb, hogyha valaki fiatal szeretne tanulni, lehet? Igen. Jönni, tanulni, igen. Lehet beköltözni Krisna völgybe, és akkor ipar. És ehhez nem kell elektromosság, nem kell benzin, nem szennyezi a környezetet, tehát hogy önfenntartó, ez egy nagyon fontos dolog. Igen, igen, igen. Remélem, hogy fognak sokan jönni, legalább kipróbálni. Aztán valaki megtalálja magát, hogyha egész ezt keresett egész életében, és akkor ezt fogja folytatni, ez nagyon jó, de el lehet jönni, és ki lehet próbálni. Igen. Hát tartunk nyílt napokat, tanfolyamokat, és azt látom, hogy egyre többen jönnek és jelentkeznek. Nagyon jó. Akkor várom benneteket. Írjátok kommenteket, mit szóltok ezekhez. Láttatok-e már ti élőbe, vagy ti is most először látjátok? Lájkoltok a videót, majd folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Én is. Hare Krishna!